Június 4-e az a nap, amikor emlékeznünk kell arra a gyalázatos diktátumra, amit az úgynevezett békecsinálók 99 évvel ezelőtt a Versailles kastélykertben, a Nagy Trianon palotában Magyarországra kényszerítettek. Ez nem megegyezés, ez nem szerződés, fogalmazott beszédében a polgármester. Ezt majd egy évszázad távlatából is égbe kell kiáltani. Diktátum volt a leggyalázatosabb fajtából. Trianon szörnyű számai ismertek. Magyarország elveszítette területének és lakosságának mindegy kétharmadát, ennek megfelelően 320.000 négyzetkilométeres, 20 milliós középhatalomból 90.000 négyzetkilométeres, 7 millió lakos számláló kisállammá tették az akkori döntéshozók. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A diktátum gúzsba kötötte az országot, miután a háború egyik felelőseként tetemes jóvátételt is kiszabott Magyarországra, folytatta a polgármester. Trianon legdrámaibb következménye az volt, hogy magyarok tömegei, családok, rokonok, ismerősök szakadtak el egymástól, kerültek egyik napról a másikra a történelmi állam határain kívülre. Magyar városok, falvak lettek az egyik ország, egy másik ország települései. Odébb rúgott közösségei úgy, hogy a régit egy új közigazgatás váltotta fel. Ami nem jelentett kevesebbet, életükben a nemzetet egy idegen állam váltotta fel. Nemzetállamok helyett sok nemzetiségű országok jöttek létre a térségben, ahol a kisebbségbe szorult magyarság diszkriminatív bánásmódban szenvedett, s olykor szenved a mai napig is, fogalmazott Takács László. A Nemzeti Összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező Nemzeti Emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az országgyűlés. Erről a református iskola igazgatója beszélt. A mai emléknapot a Nemzeti Összetartozás napjának nevezzük 2010 óta, amikor is jogszabályokban fogalmazódtak meg az alábbiak. Az országgyűlés kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. A református általános iskola és óvoda tanulói emlékműsorral készültek. A városi megemlékezés a trianoni kopjafánál zárult, ahol koszorúkat, virágokat helyeztek el a város vezetői, szervezetek, képviselői, emlékezők.